A Wing tervezőiroda maga is egy példaszerűen felújított és új funkciót kapott ipari épületben székel. Szerdahelyi László és csapata nap mint nap a hajdani Borjúvásárcsarnokban dolgozik. Az egyik legnagyobb szakmai visszhangot keltett többszörös díjnyertes, a Market építő ZRT által kivitelezett munkájuk az Atrium irodapark a Váci úton. A város a városban jelmondat jegyében készült beruházás különlegessége, hogy egy hatalmas üvegfallal teremt transzparens kapcsolatot a külvilág felé. Az a szerencsés eset volt, hogy gyakorlatilag evel az átriummal, evel a belső kerttel egyszerre három dolgot tudtunk megvalósítani. Egy fiktív bérlőt feltételező épület volt, és úgy kellett megtervezni, hogy minél több bérlőnek megfeleljen. Egyszer kedvező volt ugye a bérlőknek, mert van egy pozitív belső kert, amit tud szeretni, ki tud menni, tehát egy élhető teret tudtunk létrehozni. Pozitív volt a város szempontjából, mert gyakorlatilag egy olyan irodaépület komplexum alakult ki, ami a Váci utat megnyitotta egy belső kerttel, tehát magyarul a Váci utat is élhetőbbé tette. Egyik nagyon fontos szempont volt az, hogy maga a beruházó is jól járt, mert gyakorlatilag az ingatlan összes épülete Váci útinak számított, és ezáltal egy magasabb bérleti díjat tudott elérni a hátsó traktusokban is, ugyanolyan, mint az elsőben. Azt hozzá kell tennem, hogy a beépítési, városépítészeti tervek elvileg zárcsorú beépítést tettek lehetővé, de ezt gyakorlatilag egy üvegfallal áthidaltuk, és így ez a megnyitás létre tudott jönni. Aki belép az udvarba, az összes szárnyat látja. A telek sarkától már az összes épületszárny föltárul. Ezek az épületszárnyak önálló lépcsőházakkal rendelkeznek. Az önálló lépcsőházaknak egy-egy elemet adtunk. A föld, a víz, a levegő jelzés rendszerét végvittük a házon, ami ugye a főrecepciónál megjelenik, és utána az összes szinten lévő előtereknél. Ez egy 68 ezer négyzetméteres irodakomplexum, ennek ellenére senki nem téved el benne, mert azonnal tudja azonosítani magát, hogy hol jár az épületen belül. Két belsőépítész csapattal dolgoztunk, az egyik az Európa Stúdió volt, a másik a Terem Kft. Zombori Zsoltnak volt ez az alapötlete, hogy valahogy el kell nevezzünk ezeket a tornyokat, mert különben itt fejetlenség lesz. És azt a bizonyos lobbit, amit ugye víznek nevezünk, ezt ők is tervezték. Ezek megvilágított csövek, amikben levegőt kerintetünk, és ezáltal egy kicsit nyugodtabb, ilyen relaxálósabb tér jött létre. Minden egyes lépcsőháznak megvan az azonossága valamilyen anyaggal. A másik, amit a saroknál elhelyeztünk, az a fém, a burkolatoknak a megjelenése fém jellegű, és minden más is, a sorolhatnánk végig-végig az összes lépcsőházon. Az irodaépítészet sajátos válfaja, amikor nem egy elkészült ingatlant igyekeznek értékesíteni a potenciális bérlőknek, hanem az irodaház eleve a megrendelő cég konkrét igényeinek megfelelően épül. Ennek iskola példája az az irodaház, amely egy jó nevű multinacionális cég megrendelésére a Fóti Irodaparkban valósult meg a Market ZRT kivitelezésében, ugyancsak Szerdahelyi László csapatának tervei szerint. Itt inkább egy picit befelé forduló épületről beszélünk, belső átriumokkal, amik persze lényegesen kisebbek, mert egy lényegesen kisebb épületről is van szó. Az ott dolgozókra lehet konkrétan rászabva az egész épület, az ő szokásaikkal, az ő tárgyalási stílusaival, viselkedésével, kommunikációikkal lett megtervezve. Az ő munka módszerüket látjuk gyakorlatilag az alaprajzi elrendezésben. Nagyon fontos szerepe volt annak, hogy egy olyan környezetben dolgozzanak, ami abszolút nyugodt és rendezett. Egy ilyen fordított helyzetről beszélünk, hogy a városban laknak emberek, de ugyanakkor kimennek az agglomerációba dolgozni, ami lehet, hogy egy picit új irány, de szerintem jó, mert ahol a munkahelyünkön vagyunk és rengeteg időt eltöltünk, hogyha az egy nyugodt környezet és egy olyan épület, ami nyugodt munkavégzést tud teremteni, és utána bejövünk este a városba, és ott viszont éljük az életet, színházba megyünk, moziba járunk, ez egy fordított folyamat, mint ami most jelen pillanatban van Magyarországon, vagy Budapesten, mert általában mindenki hazamegy este, otthon megpróbál relaxálni, és utána bejön a városba, és bosszankodik itt a közlekedésen és minden más egyebben. Tehát ez egy pont egy fordított irány. Több belső átrium is van. Van, amelyik tárgyalókhoz kapcsolódó, zöld felülettel rendelkező olyan átrium, ahova ki lehet ülni, akár a tárgyalás egy részét át is lehet oda helyezni, és akár kint tárgyalják meg a dolgaikat. Az átriumok részben az alapterületnek a nagysága miatti bevilágítást is biztosítják, tehát csak világító udvarként működnek akár, és mondjuk telefonfülkék vannak mellette, ahol telefondolgokat intéznek, úgyhogy a többieket ne zavarják.
a különböző vezetők, a hozzájuk tartozó csapatoktól van, hogy üvegválaszfalakkal lezárt terekben vannak elhelyezve, úgyhogy akár a homlokzaton ez meg is jelenik, és mi ki is toltuk a homlokzaton egy pár tárgyalót és irodarészt. Ez egy érdekessége az épületnek. Nagyon kellemes lobbitérrel, ahogy belépünk, a lobbitér végén felfűzve egy mesterséges kis tóval. Egy nagyon nyugodt, nagyon visszafogott anyag használatában nagyon letisztult épületről beszélünk. A mind agresszívebb globalizmus egyik meglepő, de logikus ellenhatása, hogy a korábbiakhoz képest jelentősen felértékelődnek a helyi specialitások az emlékezetességre való törekvés jegyében. Ilyen vitathatatlan regionális érték a színvonalas magyar gasztronómia is, amelynek azonban egyre kevesebb autentikus szentélye marad a fővárosban. A budai oldal egyik leghitelesebb ilyen helyszíne a Szép Ilona város részben található, a régi magyaros étterem azonban kinőtte eredeti méreteit. Több éve készültem arra, hogy ezt a vendéglőt jobban kiépítve tudjuk tovább fejleszteni. Ilyen formán került aztán kialakításra az étterem bővítése, a szomszédos postai üzlethelyiségek megvásárlásával, azon kívül a felső lakásnak a megvételével. A hagyományos jó ízeket próbáljuk megtalálni, úgy kialakítani, hogy az megfeleljen a kulturált elvárásoknak és egészségügyi követelményeknek. Az épület felújítást jegyző Romhányi Péter építész egyik legújabb tervezése az Ötvös utca 10 szám alatt megépült kulturális és közösségi színtér, Terézváros új és modern művelődési háza. Az ötszintesre tervezett épület este megvilágított, feszített, dekorálós, úgynevezett kidőlő üvegacél szerkezete a tervező szándéka szerint az Andrássy útról is becsalogatja majd az embereket az épületbe. A Szép Ilona ház egészen más természetű kihívások elé állította a tervezőt. Az épület átépítésének tervezése már 2004-ben elkezdődött. A tulajdonosi igények és az átalakítási lehetőségek tisztázása után 2006 második felében készítették el az építési engedélyezési terveket. Ennek három lényeges része volt. Az első az étterem bővítése és átalakítása az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások szerint. A második a tető megmagasítása és a tetőtér beépítése, a harmadik pedig az utcai homlokzat és vele együtt a teljes épület reprezentatív megformálása. A megmagasított tető által megnövelt tetőtérben egy külön bejáratú lakás kialakítására nyílt lehetőség. Ennek megvalósításához a lépcsőházat egy szinttel meg kellett emelni. Az áttervezett épület külső megjelenésének két fontos eleme a manzár típusú tetőidom és a középrizalitos főhomlokzat, ami timpanonnal záródik. Ez utóbbi az eredeti állapot háromszögű tetőkiemelésének tovább gondolásából fakadt. Az utcai homlokzat földszinti részének eredetileg négy nyílásos kialakítását három nyílásosra terveztük át, miáltal egy tiszta, háromaxisos arculatot kapott a ház. A homlokzat máló vakulatdíszei könnyű betonelemek felhasználásával újultak meg, megőrizve a díszítés eredeti karakterét. A ház egyik súlyponti eleme a belső építészet volt. Ezen a téren Mauricio Flores nem csupán széleskörű hazai, hanem például itáliai referenciákkal is rendelkezik. Magyarországon nagyon külön válik a építészet és a belső építészet. Az utóbbi években lett egyre fontosabb a belső építészet. Egyetem után kivitelezéssel kezdtem el foglalkozni, a szakmát nagyon gyorsan meg lehetett tanulni. Azért egy tervezőnek nagyon fontos, hogy a műszaki tartalmat is elsajátítsa. Nagyon nehéz úgy érvényesülni, ha nem tudom megvédeni az elképzeléseimet. Mellékesen jól kell tudni a szakmát. Design szaktudás nélkül nem ér semmit. Tervezői munkám mostani szakaszában eljutottam arra a szintre, hogy tudom azt, hogy a régiben mit kell keresni és mit lehet hozzáadni. Mert én azt gondolom, hogy az a legjobb, ha a régit a modernnel vegyítjük. Szép Ilonának a koncepciója gyakorlatilag egy nagyon egyszerű, tiszta kép.
A 20-as években épülhetett ez az épület. Megpróbáltam az épületből kihozni a régi kornak az értékeit. Azon a jelrendszerben maradtam, amit abban az időben kitaláltak. A fehér, a tisztaságot, az arany használata, az eleganciát sugallja. Végülis nem kell szégyelni, hogy ez egy szép, elegáns villa. Tehát én azt szeretem, ha egy épületnek van úgymond identitása, öntudata, és ebben a környezetben szerintem ez nagyon jól sikerült. A belső tér az nem vonatkoztatható el a külső tértől. Most ha valaki egy ilyen szép kerten keresztül jön be, akkor kap egy első emóciót, és nem szabad megváltoztatni ezt a dolgot. A fekete-fehér pepita padló az egy klasszikus megoldás. Mondottam, hogy ezzel becsalogatom a klasszikus jelrendszert. A mellékhelyiségekre is oda kell figyelni egy vendéglátóegységnél, hiszen én azt mondom mindig, hogy a vendéglátóegység színvonala úgymond határozza meg a vendégkört. Ritka az olyan házas pár, mint Zsigmond Ágnes és Zsigmond László, akik az építészeti tervezésben is sikeresen tudnak együttműködni. Ebben a békés munkamegosztásban a férj elsősorban a műépítészeti, míg a feleség a belső építészeti feladatokat vállalja magára. Én az építészeti tevékenységet elég széles spektrumban gondolom, tehát a városrendezéstől, a beépítési tervtől kezdve a belső építészetig bezáróan úgy gondolom, hogy ez mind nagyon fontos és összefügg. És hogyha az ember ezeket a történeteket az elején tudja kezdeni, akkor van a lehetősége arra, hogy beépítési tervvel kezdje a tevékenységét, és belső építészettel zárja le azt a munkát. A élet úgy hozta, hogy a feleségemmel együtt azonos szakmát választottunk és képviselünk, mindketten építészek vagyunk, de hát három gyermekünk van, úgyhogy hát egy jó ideig neki otthon kellett lenni és a gyerekeket nevelni. A együttműködésünk úgy alakult, hogy még én egyre több beépítési tervből eljutottam addig, hogy épületek lettek. Ő később tudott visszakapcsolódni a szakmai területre, és tervezett természetesen épületeket is, de valahogy úgy hozta a sors, hogy addigra értek be azok a munkák, amiknek a belső építészetét is meg lehetett csinálni. Mostanában a közös munkáink úgy zajlanak, hogy a belső építészetét csinálom a Laci házainak. Tehát általában Laci által tervezett házaknak csinálom én a belső tereit, kiképzését, burkolását. Egy Lechner házat nézünk, vagy Kóskároly házat. Ők mindig a belsejével együtt tervezték meg a házakat. Csak hogy most ilyen gyorsan kell minden házat megtervezni, meg másfajta technikai dolgokat várnak el egy építésztől, és ezért ez így ketté szakadt. Szoktunk csinálni családiházakat és családiházak belső építészetét, illetve nagyobb épületeket, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, és ezeknek a belső építészetét csinálom én. Rácsamáson egy olyan feladatunk volt, hogy a Jankovics kúriát újítottuk fel. Ez egy nagyon romos, csúnya épület volt már az utóbbi időben, de látszott rajta, hogy milyen szép kis épület lehetett. És a belső terébe is azt szerettem volna, hogyha picit ez a régi stílus megmaradt, tehát semmiféle modernséget nem akartam belevinni, a butorozást, a lámpát, a falburkolatokat, mindegyiket úgy akartam megcsinálni, hogy az anyaghasználatba, a butorhasználatba visszacsempészem ezt a régi hangulatot. Ha óvodáról vagy iskoláról van szó, ott is általában a hangulata fontos. A Laci terveinél a terek nagyon kifejezőek és nagyon meghatározóak. Tehát nekem akkor elég könnyű dolgom van ahhoz idomulni, tehát azt kiteljesíteni. Színekkel, fényekkel, formákkal, butorokkal. Minden belső térnek utóélete van, tehát mint ahogy a gyereke szárnyára bocsátjuk, úgy bocsátjuk szárnyára az épületet is. És így az emberek hozzák azt a használati kultúrát, amiben élnek. Az a jó azért, hogyha a szeretet érzése, a jó érzés, a barátságosság az megmarad. És azt szerintem megmarad akkor is, amikor már le van kopva az ajtó, tele van az iskola tornazsákokkal, cipőkkel és táskákkal. Családi házaknál az a különlegesség, ha a megbízó határozottan tudja, hogy mit akar. Az ő kívánságát az én tudásommal egyesítve nagyon szép tereket tudunk kialakítani, nagyon szép szoba belsőket. Thank you.
Zsigmond László építészeti munkásságának kiemelkedő helyszíne Pilis Csaba. A katolikus egyetem épületei közül az ő nevéhez fűződik a dékáni hivatalnak helyet adó épület, illetve a Zakkeus étterem megtervezése, azon kívül középiskolát is megálmodott a településen. Az én tapasztalatom szerint a megrendelés mindig onnan jön, hogy valami olyan dolgot fedez fel valaki, ami az ő számára nagyon fontos. És megtalálja azt az építészt, aki ebben a történetben fontos. Ilyen történet a Pilis Csabai Katolikus Egyetemnek az építése is. Létrejön egy beépítési terv, egy beépítési koncepció ennek a 17 hektáros laktanya területnek a hasznosítására. Ez egy szép völgyben van, középen húzódik a völgynek a vonulata, és két oldal dombokkal van szegélyezve az a terület. És itt kezdődik el egy közös munka, egy több éven keresztüli évtizedes munka tulajdonképpen, amiben megvalósulnak az egyetemnek az épületei. Én feladatom a dékáni épületnek a átalakítása, felújítása egy meglévő régi kis, még a eredeti kaszárnyához tartozó épületből, illetve egy másik épületnek a hasznosítása, amiben a étterem kapott helyet, a refektórium. Az egyetemi építkezéshez csatlakozik a Vald Mária Általános Iskola és Gimnázium, ami az egyetem gyakorló iskolája. Ez egy angol kisasszonyok által alapított iskola volt, amelyiknek a bővítését terveztük 1996-ban, azóta azt kell mondjam, hogy folyamatosan épül. Most már a régi épület ráépítése, az új iskolaszárny és az aula is elkészült a étterem konyhával együtt, ami még hátra van, az a tornaterem. Remélem, hogy szerencsénk lesz, és pár éven belül sikerül azt is befejezni. Zsigmond Lászlót sokan Veresegyház főépítészeként ismerik, kevesebben tudják azonban, hogy Rátszalmás főépítészi feladatait is ellátja. És hogy jó példával járjon elől, maga is előszeretettel tervez a Dunaújváros tőszomszédságában elhelyezkedő településen. 1988-ban a Sik István, akkori tanácselnök, keresett meg bennünket, mint Makona iroda, hogy szeretne egy faluházat építeni. A faluház az egy kis kúria épület, Teleszki kúria néven, ami a Szigetfő utcában áll, és ez az épület korábban nevelő otthon volt, majd a nevelő otthon megszűnt benne, és iskolai osztályok voltak benne. És azt állapítottuk meg, hogyha a faluházat megépítjük, akkor 3 osztályt kell elhelyezni. Iskolát kezdtünk el építeni, és nem faluházat. Ez a meglévő egyemeletes középfolyósos épületre egy kalaptetőnek az építése volt. Acélszerkezetet kellett ráépíteni, mert tűzvédelem miatt más nem lehetett. Csináltunk egy felülvilágítós nagy terű, az osztályokat fölfelé folytató ráépítést, amivel megoldottuk a osztályok problémáját. A 90-es évek elején
egy kis oldabővítést csináltunk meg, és 95-től kezdődően azt a kis épületet, amiből faluházat szerettünk volna annak idején építeni, sikerült megvalósítani. Felújítottuk és átalakítottuk az épületet. A Tereszki kúria elnyerte azt a méltó helyzetet, amit megérdemelt volna már korábban is. 89-ben egy séta alkalmával lejártunk a Dunaparton. A kis Duna ág választja el a Nagy-szigetet Rácsalmástól, és egy betonhíd épült a kettő között, amit a Bábolnai Állami Gazdaság építtetett. Ezt a hídat el kellett bontani. Egy német testvérváros kapcsolatot épített ki a falu, és egy acél katonai hídat kapott 1 forintért Németországból, amivel sikerült lecserélni ezt a betonhídat egy lábakon álló acélhídra, amitől a Kisdunának a hordaléklerakása meg folyása megtisztult és rendbe került. És ez volt az az első elem, amelyik a Rácsalmási Dunapart felújításának lehetőségét adta. Ahhoz, hogy az ófalu az elképzeléseknek megfelelően alakuljon át, szükség volt egy szorosabb együttműködésre, aminek az lett az eredménye, hogy egy tanácsadói főépítészi feladatot elvállaltam. 1963 óta építési tilalom volt ezen a területen a településen. Ez az ófalu rész elöregedett és tel is kopott egy kicsit. Nem épültek be új házak, tehát megmaradt az eredeti telekstruktúra, utca szerkezet. 98-ra elkészült egy olyan szabályozási terv, amivel az ófalu megmentése megtörtént, az építési tilalmat feloldottuk. Az ófalu északi részén a Jankovics kúria épülete állt műemlék épületként, körülötte gazdasági épületekkel, amit a Bábolnai Gazdaságliba telepként használt. 2002-ben eljött az az alkalom, amikor meg lehetett vásárolni ezt az ingatlant, és az önkormányzat megvásárolta. A történet az úgy kezdődött, hogy háromféle hasznosítási terv készült tanulmányterv szinten. A teljes területre, egy kiterjesztett területre, illetve csak a kúria közvetlen környezetére, és ezt a Fáról-Feusz pályázatra a településben nyújtotta, és szerencsésen ezen a pályázaton nyert. Ebből sikerült a műemléképületnek a helyreállítása, a körülötte lévő burkolatok, területek, park rendbehozása, tehát gyakorlatilag a konferencia központ funkciójú helyreállítása az épületnek. Következő lépésben egy ökoturisztikai pályázaton vett részt a település, a bővebb hasznosítási tanulmánnyal, ami pedig egy ökoturisztikai központ megvalósítását célozta meg. Az azt jelenti, hogy összes gazdasági épületet, istállókat, melléképületeket sikerült megmenteni, átalakítani, és az ökoturisztikához kapcsolódó kiállítással, helytörténeti gyűjteménnyel, gasztronómiai teremmel, kézműves műhelyekkel megmenteni, felújítani, és így akkor a teljes épület együttes elkészült. Az épületek felújításán kívül szintén elkészült a teljes kertrész és a térburkolatok is, és a gazdasági épületek körül ölelnek egy volt gazdasági udvart, amihez építettünk egy szabadtéri színpadot. A település összes ünnepi programját azóta itt rendezik.